Én tulajdonképpen csak csatlakozni tudok Jánoshoz. Én azt hiszem, hogy ugye én is itt töltöttem az előkészítő éveimet, gyakorlatilag 6 évet jártam a Zeneakadémia falai közé Szentély Miklós tanár úrhoz és Tátrai Vilmoshoz. Azt hiszem, hogy ez több, mint egy egyetemi penzum. Úgyhogy én azt mondhatom el, hogy talán életem legfontosabb szakaszát töltöttem ezen csodálatos intézményben. Rengeteg lehetőséget kaptam, nem csak tanáraimtól, de az intézménytől is, akkor kezdődött tulajdonképpen a koncertező életem. Akkor kaptam lehetőséget arra, hogy versenyekre járhassak. Tulajdonképpen egyfajta megalapozással töltött a karrieremnek. Később ugyan másfele itt az életünk, bár én Edward Burson átanulhattam, aki viszont olyan mesterektől kapta a pedagógiai, metodikai, hangszeres tudását, szemléletmódját, zenei szellemiségét, mint Yehudi Menuhin, Nathan Milstein, Jan Polsky, nem is tudom, hogy fajta hasonlóan, Herman Scherin, és egyébként nem csak hegedűsöktől, például Elizabeth Schwarzkopf mesterkurzusaira is lejárt, vagy Fischer Niszkó mesterkurzusaira. Tehát a hangszeres és a nem hangszeres zenei tudásnak egy olyan nyitott ötvözését képviselte számomra, ami teljesen más megvilágításba helyezte azt, hogy tulajdonképpen a hangszeres lét az csak egy előszobája a művészi létnek, és onnantól kezdődik talán az ember igazi zenei fejlődése, amikor a hangszer már nincs útban. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezek mellett nagyon fontos a gondolkodásra nevelés, tehát ez azt hiszem, hogy egy nagyon fontos része lesz a mondjuk, hogy a tanítási elgondolásainknak, hogy ne egy klón vagy egy nagyon ügyes növendék kerüljön ki kezeim alól, hanem egy önálló művészi gondolkodással, koncepcióval, nyitottsággal és kreativitással rendelkező igazi művész kerüljön ki az intézményből, és akármilyen ambíciókkal, illetve zenéjüttal áldja meg a sors, ezt fogja tudni képviselni. Úgyhogy azt hiszem, hogy még hosszan beszélhetnék arról, hogy mi minden fontos, még talán a zenekari lét, presztízsét újra, hogy megerősíteni, vagy megteremteni, ezt mindenképpen saját maga. Ennek a fontosságát is szeretném megképviselni, illetve talán még egy fontos dolog, amellett, hogy nagyon fontos az a fajta családi, a segítése egyéb növendéknek, a lelkének a segítése is, és nem csak a hangszeres technikának a megvalósítása. Az is nagyon fontos, hogy az útját előkészítsük, illetve egyengessük. Én azt hiszem, hogy ezt mindenképpen aláhoznám. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek szeptembertől. Nagyon köszönöm az intézménynek, külön Rektor asszonynak, említhetném Szabadi Vilmost is, akivel nagyon kollegiális kapcsolatunk van, illetve még hogy említsem meg Kovács Péter nevét, aki nagy valószínűséggel a koncert turné alatt nagy segítségemre lesz abban, hogy a növendékeim rendszeres felügyelet alatt maradhassanak. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és hát remélem, hogy lesz alkalmunk találkozni a későbbiekben akár a sajtóval, hogy erről értekezünk, mert szerintem ez egy rendkívül fontos pillanat a zenei, magyar zenei életnek, és nagyon örülök, hogy ebben részt vettem.